Tudjátok, mit utálok a legjobban? Hogy délután egy óra van, és fel kell kapcsolnom a lámpát, mert egyszerűen olyan szar a fényviszony a lakásban, hogy... Na, mit akarok nektek bemutatni? Ezt. Ha valószínűleg homályosan látod, az azért van, mert nem jó a szemed. Most meg hogy jó lett, mi? Na, vettem gitárt, ugye ezt tudjátok, ezt majd az előző videóban elmondom. Vagyis, amit most látok, az a következő videó. Szóval nekem a következő videó lesz az, amit majd az előtt fogtok látni. Mi van? Na mindegy. Szóval, elmeséltem, vagyis el fogom mesélni, de nektek már ez a múlt, szóval... Én elvileg elmeséltem, hiszem csak, hogy mi van. Na mindegy, a lényeg az, hogy megvettem ezt a gémet. Hogy kicsit tanulja gitározni, meg állítólag jó kezdőknek, játékos, meg minden, segít a lefogásban. Na, PS3-os verzió, tehát értelemhez adódóan ez nem PC-s verzió. Na, amiért különleges ez a csomag, van egy másik csomag is, ami különleges, de ez azért különleges, mert adnak hozzá kábelt. Tehát ez nem olyan, mint a Guitar Hero, szóval totál olyan, csak ez igazi gitárra kell játszani. És van egy másik külön kiadás, az nem tudom milyen, mint a Guitar Hero-ból is tudjátok, hogy van olyan külön kiadás, ami ahol adnak dobot, adnak gitárt, adnak egy izé mikrofont, és ezt meg lehet gitárra együtt venni, rendes ilyen gitárra. És az a poén az egészben, hogy ez nem olyan, nem egy gagy gitár, szóval nem egy teszkós gitárt adnak, hanem egy elég jó minőségű kezdő szóló gitárt. Ugye én már ezt megvettem előre, mint a gitárt, szóval nekem én nem értem azzal a lehetősége. Az a 60.000 forint körül van. Ez meg ugye kábellel van, a kábelt is külön szokták árusítani, az olyan 7-8.000, egy ilyen USB jack dugós átalakítóval. És gyakorlatilag ennyi. Sok szám van rajta, online is lehet majd játszani, meg sok DLC is van róla. Szóval igen, ilyesmi. Na mindegy, kibontam. Még nem csináltam játékra unboxingot. Úgyhogy most ez itt az ideje. 576-ban vásároltam. Igen, vásároltam. Ez a doboz. Ott van maga a kábel, ez elég vastag. Még azt mondják, hogy nagyon sok mindenre jó, mert ugye USB, tehát rá lehet kötni gépre is. Szóval akár még ez arra is jó, hogy rendesen tudjam majd a gépre is rákötni magát a gitárt. Úgyhogy hasznos kis cucc. Nagy jack dugós. Elég hosszú a kábel. Gondolom ez az átalakító ilyen... Izé, ilyen torzító, de mindegy. Na és akkor itt van ez a... Ez a kicsike is. Mondom, nem szoktam, nem akartam. Milyen izék vannak rajta? Aerosmith, Alice Cooper... Ami, újat mondok, ami olyan híresebb, Green Day... Iron Maiden, Kiss, Muse, tudja, arról már csináltam egy Guitar Hero-s videót, Nirvana, Pantera is van, LOL, The Police, Queen, System, JRM, Rolling Stones, és még sok más. Igen, igen, meg nagyon sok DLC van már, szóval azért jó, hogy az előző verzió, mert ez egy 2014-es, hol van itt van, 2014-es verzió, az előző, az, amit legelőször kiadtak, az ilyen nagyon light-os rock volt, nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen klasszikus rock volt inkább. De gondoltam, ugye később jöttek ki hozzá ugyanúgy DLC-k, amiben ilyen Avenged Sevenfold, vagy még ilyenek vannak. Ezen is van. Na mindegy, szóval finomítottak rajta, a 2014-es verzió az meg sokkal jobban ráhat a gyakorlásra, és az az érdekessége a játéknak egyébként, hogy
fel tudja dolgozni, hogy te mennyiszer tudod jól pengetni, és hogyha kicsit ügyesebb vagy, akkor a játék automatikusan nehezít. Semmi az, szóval nincs olyan, hogy easy, hard, meg normál, hanem a játék közben, hogyha kicsit jobban megy, akkor kicsit keményít, és hirtelen akár két pengetés között átvált a játék, akkor többet kell pengetni, több izé, és hogyha mondjuk nagyon nem megy, az amit ugye nehezített, akkor a végén még ki is írja, hogy neked mit kéne gyakorolnod. Szóval tök jó, van egy ilyen kis játékok is, ilyen kis, úgy mondanám, hogy flash játékok, de nem flash játékok, ilyen mini játékok, amiken a csúsztatásokat, hogy a hármasra, a hetesre, amit bundra, meg izére kell csúsztatni az ujjadat, a lefogásokat, milyen technikákat, szóval egy nagyon jó kis programról beszélünk. Nem tudom, hogy a 2014-es verziónál van ilyen, az előzőnél volt egy kis lag probléma, szóval a pengetés, de még Guitar Hero-nál is észrevettem, főleg mikor a Vermediával vettem fel, hogy előbb kellett megpengetni, vagy pont, hogy akkor, amikor pontosan jön. Lehet, hogy ezt megjavították. Szóval érdekes, hogy ennyit beszélek egy játékról, ami tegnap itt tesztelgettük a gépes verziót, de úgy gondoltam, hogy nem volt ilyen kábelünk. Szóval nézegettük meg minden. Na, reáltunk kábel, igen. Szóval szerintem jobban megéri ebbe beruházni, mint például egy tanár, akivel mindig hetente mész el, és akkor fizetgeted a... Jó, szerintem tuti, hogy jobban meg fog tanítani, szerintem, hogyha arra akarsz kihatni, hogy megtanulj, mint hogy épül fel egy hang, akkor nyilván gondolom egy tanár jobb. De szerintem gyakorlás szempontjából, aki szeretne zenélni, annak ugye az a legfontosabb, hogy milyen praktikákat tud elsajátítani, hogy lehet a legegyszerűbben lefogni húrokat, meg hogy lehet gyorsan váltani. Szóval ezekre azért most ilyen népdalokban nem hiszem. Mert egy jó, hogyha külön tanárhoz mész, valószínű, hogy olyan számokat fog neked mondani, amit te szeretnél megtanulni nyilván, de azért szerintem én nekem most nincs időm erre, érted? Erre néha fél óránként előveszem a játékapokba, hogy gyakorolni, azt legalább én tudom, hogy mi az, amit nem tudok, és akkor a játék is még tud szólni, hogy ezt még gyakorolnod kell meg ezt. Na mindegy. Úgyhogy csinálok róla a gameplayt, megnézem mennyire jobb védett, szóval nem hiszem, hogy a Rolling Stones-szal fogok próbálkozni. De szerintem ilyen mini játékok az simán lehetne. Úgyhogy majd megnézzük. Na! Hát ennyi. Igazából csak szerettem volna róla beszélgetni egy kicsit. Közben nem haragudtok meg ezért. Csak lehet, hogy valaki is lát ebbe fantáziát, hogy mondjuk megvegye, vagy nem tudom. Vagy úgy gondolja. És multiplayerbe is lehet játszani, akár egymás ellen. Azt is olvastam. Na, akkor még jövök egy videóval, szóval a következő videó az nektek az előző videó lesz. Na, és szeretném nektek megmutatni, hogy miről is beszélek. Itt van például az akkord, legelső akkord. Nagyon jó bemutatja a videó formájában, hogy is kéne leszól, lefogni, melyik ujjadat hova rakjad, különféle színekben vannak a gitárok húrjai, megmutatja, hogy kéne hangoznia. Igen, ugye próbálgatom a játékban, hogy mi van. Nagyon sok időbe telt először lefogni, így kéne hangoznia, aztán rájöttem, hogy el van hangolva a gitár, úgyis elhangoltam a gitárt, szóval így fogom magam, újra hangolom a gitárt, és akkor már jól fog szólni, és utána jöhet az a rész, amikor így elkezdtem gyakorolni. Ugye tök jó, mert a tapasztalatomat már így el tudom mondani. Az oké, látsz egy videót, hogy kb. Hogy kéne lefogni. Első ránézésre ugye elég bonyolult, hogy akkor most mit, hogy kell, meg mi van. Először nagyon megijedtem tőlem, megmondom őszintén, tudtam, hogy ez a A-moll, meg minden. És
Így végül amúgy tök érdekes, mert magadtól fogsz rájönni, hogy hogy lehet mondjuk az A-molt és a C-t azt milyen könnyű váltani, pedig ránézésre teljesen máshogy hatott volna. Ha sokáig nem megy, ugye próbálja angolul mondani, hogy, hogy ezt próbáld, azt próbáld, aztán megmutatja még egyszer, akkor utána majd lesz egy ritmus, amit meg kell csinálnod, és ha az a ritmus nem megy, akkor lelassítja neked szépen, hogyha az sem megy, akkor még lassabban, ha az már megy, akkor megint kicsit gyorsít rajta, ha az megy, akkor megint, akkor meg teljes sebességgel. Utána, ha ez sikerült egyszer, akkor azt mondja, hogy még egyszer. Ha viszont elhibázod egyszer, akkor mondja, jó, akkor próbáld meg újra megint, hogy hát, csak az volt a baj, hogy hirtelen a ritmus nem szokod meg, szóval nem visz le. Csak akkor már nagyon sokszor elhibázod. Igen, még itt most vágni fogok, hogy lássátok, hogy amikor már jól megy. Na itt már behangoltam a gitárt, meg minden, és akkor látom, hogy a második húrtól kell majd pengetni. Szóval ez is jól átlátható. Na és akkor most jön a, azt hiszem a C, igen, meg az E. Ja nem, az A-mon is a... Ja igen, ezt csak most látom egyébként, hogy igen. Szóval meg kell majd tanulnom. Ezt nagyon sokat gyakoroltam, ezt még mai napig gyakorolnom kell, hogy jól át tudjam rakni. Mert még nagyon kezdő vagyok, tudjátok. És akkor itt ad egy iszét, hogy akkor az álmot ezt megint. Most ugye pont rosszul fogtam le. Akkor ugye megint az E-t és az A-t is így váltakozik, hogy jól meg tud tanulni. És hát annál jobb nincsen, amikor így látványosan tudsz tanulni. Igen, az A-mol az sikerült. És akkor mondja, hogy akkor csináljuk újra. Itt ez már egész jól megy. Itt még nem jöttem rá. De érdekes, mert sikerült eltalálnom, szóval vicces. Hogy nem csináltam más, csak azt hiszem... Az nem, még nem sikerült. És aztán a végén megjön egy ilyen szám, amihez hozzá tudod ezt a technikát csatolni. És aztán most mutatja meg magát a C-t. És a C-nél jöttem rá arra, hogy ugye most máshogy fogta le. Szóval nekem más volt ez, hogy jó, akkor most megint az ujjamat teljesen máshogy kell bugolni, és úgy pengetni. De itt volt az a pont, ahol rájöttem, hogy mi a játéknak maga a lényeg. Hát tudti, hogy nem fogom tudni eltalálni. Mert először is rossz helyen volt az ujjam. A kettes alatt a narancssárgám volt egész végig az ujjam, hogy az álmot le kell fogni. És aztán rájöttem magamtól, hogy ugye a narancssárga vonalon volt eddig a gyűrűs ujjam, ahogy itt mutatja bal felül is, hogy a hármason a gyűrűs ujjadnak kéne lenni. És csak annyit kell csinálnom, hogy a hármas bundon fogom le magát a második húrt a gyűrűs ujjammal. Tehát nekem az egész azt hittem, hogy teljesen máshogy kell rakni az ujjamat, de rájöttem magamtól, hogy elég csak azt megcsinálom, hogy a gyűrűs ujjamat egyel följebb rakom. És már egyből ment is. Szóval ez nekem az első sikerélményem volt, szóval mondhatom azt, és tök jó volt, és utána már egyre jobban ment. Úgyhogy megint vágni fogok, még itt még szenvedek. Ezt megmutatom, hogy végül is sok-sok gyakorlás után, hogy ment a végén. Na, és akkor itt persze itt is fogok párszor hibázni, de ez már ugye az A-molról a C-re rakni az ujjadat, erre gyakorolgat. És hát ugye láthatjátok, hogy pár gyakorlás után azért ez is valamilyen fejlődés. Ugye én nem vártam csodát, hogy 3 órát játszottam összesen a játékkal, és így láttam, hogy vannak külön akkordok, szóval szintek vannak, hogy most ugye
végülis én is utána néztem, ezt a három hangot tanítja meg az ember, és ezt kell sokat gyakorolni, az ámolt, a C-t, meg az E-t, meg az elmolt, ugye. Szóval négyet gyakorlatilag. Folyamatosan változ, szóval nem ugyanazt kell mindig eljátszani, hanem a program folyamatosan generálja magát a... Most az álmot kell, aztán a C-t, aztán hirtelen azt mondja, hogy csak az E-t. Persze még szarakodok, mert nekem ez borzalmas nagy információ még számomra, hogy a C-t azt már nagyon szépen sikerül leütnöm, hogy az álmollal sincs bajom. Változó, ami, ugye többször újra és újra akartam magamnak gyakoroltatni, hogy jobban menjen. Itt már azért elég... Na, itt már például jól megy. Pedig egyet sem hibáztam. Ez is sikerült, ugye? Na, szóval ez így végig sikerült. Szóval már ez is egy haladás. Aztán utána ez egy konkrét szám, ami ugyanezt mutatja be. Szóval még ezt megmutattam nektek. Igen, itt voltam bajba, ezt kell gyakorolnom, ezt tudom magamról. Az álmol az megy. Az elmol az nem, azt a felcsúsztatás nehéz. A C is megy. Az álmol meg a C az megy, de az E az valahogy nem akar menni. Ugye könnyen felcsúsztatni a gyűrű súlyadat egy húrral följebb, mint három ujjadat egy húrral följebb hirtelen. Szóval nekem az E az ellenség. Azt is mutatja egyébként, hogy mennyivel vagy elcsúszva, vagy mit tudom én, az ujjad elcsúszik, vagy hogyha zörög maga a hang, akkor is mondja, hogy az ujjadat kicsit rak balrább, hogy jobban szóljon, szóval bámulatos tényleg. Azt is mutatja, hogyha egy húrral lejjebb pengesz, vagy följebb. Szóval ez volt az akkord, ez volt a legelső akkord. Hát ennyit tudtam elérni. Aztán próbálgattam, szóval 56%-ig sikerült felmennem, de láthatjátok, hogy egyből rámentem arra, hogy gyakoroljak. Igen, megcsinálja megint a... De át lehet lépni, hál' Istennek, a videókat. Itt megint gyorsan ellenőriztem az ujjaimat, jó helyen vannak-e? Jó, oké. És aztán úgy megint. Szóval szerintem tényleg arra megtanít, amire kell. Néztem, van ilyen akkord book, ahol szinte az összes akkordot már most meg tudnám nézni, de ugye a saját szintemnek megfelelő olyan tanít meg ő. Szóval alapoktól, attól kezdve, hogy fogd a gitárt, hogyan penges, milyen pengetési fajták vannak, hogyan fog le a húrt, még az... Most mutatok nektek egy másikat hirtelen, most... Na, itt most izélem. Itt bemutatja azt a tipikus szólózási technikát, ugye? Hogy több fajta is van, ugye? Ez az, hogy kell így hullámoztatni egy darab húrt. Ez ugye rockosoknak ez eléggé alapfokú. Persze, nem is tudom, aztán én előre mentem, szóval... Nehogy azt higgyétek, hogy az akkordok után ezt próbálja, hanem ezt is így meg lehet. A gyerekek borzasztóan fáj az ujjam. Ez olyan szinten erő kell, de nem megy, egyszerűen nem megy ez nekem. Itt még igen. Ja nem, itt most bemutatja. Szóval ez nem én vagyok, ez a gép. És akkor most jövök, most jönnék én, figyeljétek. Fantasztikus. Próbálkozik a Szefi, maradjunk ennyibe. Na mindegy, tovább megyek. Amiket mutat még maga a játék. Nem csak ezt, hanem még ezt is. Na. Itt meg azt mutatja, hogy kell felemelni magát a húrt.
Fú. Na, legelőször én ezt próbáltam, és ezzel megöltem az ujjaimat. Ez olyan szinten erő kell, hogy folyamatosan... Hát látjátok, hogy azért húrt, az teljesen majdnem két húra, vagy mi az? Igen, két húra följebb kell emelni. És ezt a gyakorlatban is, hát ez... Aha, és itt meg is akadt a tudomány számomra. Aha, persze. Borzasztó sokáig tartott egy kicsit, érted? És ez még nem lenne elég? Oké. Igen, amúgy az a jó, hogy amikor be van dugva a gitár, bármikor megszólaltathatod, akkor csinálsz olyan zenét, még zene közben is lehet. Aztán azt javazott rókottunk, hogy egy ECDC számba elkezdjünk Metallica alapot ének, vagy mi az gitározni, nagy vicces. Szóval bármikor hallhatjátok, hogy én hogy produkálok, figyeljétek. Mutatja, hogy bundokat, hogy most a 12. bundon kell a 9-en, és ezt is nagyon jól begyakoroltatja, hogy érezd, hogy tud. Próbálkozik. Olyan vicces visszanézni. Na szóval rendkívül jó technikákat tud így bemutatni, szóval csak ajánlani tudom. Én is kicsit... Megmondom őszintén, azért gondolkozom, hogy hát azért ez nem tud úgy megtalálni, de az már, hogy az akkordokat folyamatosan kezelteti, és ezt rendkívül jó módon tudja gyakoroltatni, játékosan, meg ugye látványosan, itt is már 90%-ra leveszi a sebességet, hogy én tudjam megfelelően pengetni. Vannak ilyen kis mini játékok, ahol nagyon sok mindent lehet gyakorolni. Most mutatok például az akkordokat, hogy lehet gyakorolni jól. Itt van az a kacsás, ugye ott van a harmadik bundon, az ötödiken, hetediken, és egy kacsát kell lelőni úgy, hogy ugye megfelelő bundon pengeted, tehát így nagyon jól meg tudod tanulni, hogy a harmadik és az ötödik között hol van így ráérzésre. És tök jó pofa, szóval tértitek, ennél jobban hogy gyakorolhatnád? Most ha elmész egy gitártanárhoz, az ő nem fogja tudni, ő csak annyit mond, hogy igen, gyakorolnod kell, hogy megtanuld. De ha van előtted egy ilyen látványos kis játék, sokkal jobban, könnyebben meg fogod tudni tanulni az akkordokat, hogy a 3, az 5, a 7, meg 9, meg ezek hogy vannak, mint alapból. És látjátok, azért nem is megy olyan rosszul már. Ha lelövöm azt a fönti kacsát, akkor választ egy random húrt, ami most nekem az E1-es, az a legalsó húr. Most azzal kell majd eltalálnom. Szóval nem a felsővel, hanem a legalsóval. És az mindig változik, szóval amikor kéket kell. Az többet kell, mert pajzsa van. 7. bunnál kell, 9. még. Szóval ilyen jó pofa kis játékok ezek. Na, úgyhogy így ennyi, így kezd csinálónak, így magamnak is jó volt. Szóval én teszteltem 3 óráig, amit láthattok felvételt. Azért nincs is egyébként facecam, vagy hogy mondjam, mert hát így belevetettem magam, de majd lesz olyan is, ahol lehet, hogy egyszer így elindítom, és akkor majd csak egy jobb válogatást, vagy fejlődésem alatt. Na mindegy, köszönöm szépen a figyelmet, remélem nem voltam értetlen számotokra, addig is sziasztok!